Sziasztok, Zoli vagyok. Idén már a sokadik termékbemutató videóban jelentkezünk az Eurocomaxnak a bemutató terméből, ahová bárki ellátogathat, csupán egy időpont foglalás szükséges hozzá. Ez is csak azért, hogy tisztességesen fel tudjunk készülni a vendégfogadásra. A időpontfoglaláshoz szükséges linket pedig a leírásban fogjátok megtalálni. Ebben a videóban egy úgynevezett helikopter rendszerű, azaz rotoros betonsimítót veszünk szemügyre, mégpedig a Betontrovernek a közepes méretű betonsimítóját láthatjátok mellettem, a BT75H-t. Mielőtt bemutatnám a gépet, ejtsünk pár szót arról, hogy mire szolgálnak a rotoros simítók. Kezdjük az elején, kiöntöttük a betont, megvibráltuk, kiszínteztük, de még nem kötött meg teljesen, és most azt szeretnénk elérni, ha a felület tökéletesen sima lenne. A beton megmunkálás ezen fázisára vannak a betonsimítógépek. Általuk kapunk tökéletesen sima felületet, ami vízzáró réteget képez és ellenáll a kopásnak. Ipari létesítményekben ez kiemelten fontos. Rotoros simítóval nagy területen sokkal hatékonyabb a munka, mivel rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg. Szükségtelenné válik a drága ajzatkiegyenlítő anyagoknak a használata. Ezt a fázist azonban nagyon jól kell időzíteni, ezzel a helikopteres rotoros simítóval akkor ajánlott dolgozni, ha a beton már egy kicsit szikkadt, és elbírja már a rotoros simítónak a súlyát, na akkor dolgozzunk a rotoros simítóval. Betontrover simítók mind Honda GX szériás motorral vannak szerelve, ezen például egy Honda GX 160-as motor van rajta, ami 5,5 lóerőt jelent. Munkaszélessége 75 cm neki. Ugye a nagyobb átmérőjű gépekkel, a nagyobb gépekkel gyorsabban végezhető a munka, de a kisebb gépek viszont a falak mentén hatékonyabbak, a sarkoknál jobban dolgoznak, az ajtókon keresztül is átférnek és könnyebben mozgathatóak, könnyebben szállíthatóak. Ennek megfelelően pedig a kínálatunkban van is 60-as, 90-es és 120-as, 120 centis rotorral rendelkező típus is. Ezeket a gépeket lehet használni simítótányérral vagy simítólapátokkal. Utóbbi verziót láthatjátok itt, amikor a GLED lapátok már föl vannak rögzítve a lapátkeresztre. Érdemes először simítótányérral végezni a simítást, mert az lenyomja a durva anyagokat a betonba, tömöríti, jobb lesz a minősége, a felesleges vizet a felszínre préseli, majd ezek után a gépen lecseréljük a tányért lapátokra, és azzal elkészíthetjük a végleges felületet. A Betontrover gépeket használatra készen 4 darab lapáttal szállítjuk, a tányér pedig opcionálisan rendelhető. A forgó lapátok egy kupolaszerű, krómozott védőgyűrűvel vannak védve, hogy a falakat még véletlenül se sértsék meg. Láthatjuk, hogy a vezetőkar duplán merevített, kényelmes gumimarkolattal. A végén található egy tekerőkar, amivel a lapátok dőlésszögét állíthatjuk. Ha a lapátokat erősebben megdöntjük, akkor a simítás is erősebb lesz. Viszont ha laposan, szépen ráfektetjük őket a betonfelületre, akkor a simítás is gyengébb lesz. Itt a motor felett látható egy emelőszem, ami a gépi emelést teszi lehetővé. A markolaton van még egy nagyon fontos biztonsági funkciót ellátó centrifugális kapcsoló és kuplunkar. Ha működtetni akarjuk a gépet, hogy forogjanak a lapátok, akkor a kart be kell húzni, ellenben ha elengedjük, akkor leáll a rotornak a forgása és bekapcsol a centrifugális kapcsoló. Így elkerülhető az, hogy ha elengedjük a vezetőkart, a gép elszabaduljon és a vezetőkar pörögjön a rotor körül, ami nagyon balesetveszélyes tud lenni. Köszönöm, hogy megnézted a videót, hogyha tetszett a tartalom, akkor iratkozz fel kérlek a csatornára, a további gépbemutató videókkal fogunk jelentkezni. Szia!